A Duna itt hullámzott, azon a emelkedésen, ahol most a Szkillák, a csillagvirágok virágoznak, ott volt a Duna part 1830-ban. Korabeli térképe megyünk tovább az igazgató nyomában. A bejárata egy fantasztikus épületnek. Itt a Pálmaház előtt állunk. A Pálmaház is felújításra került egy másik, tehát ez három nagy pályázat volt. Ez egy külön pályázati elem volt maga a Pálmaház is környezetének felújítása. Nagyon rossz állapotban, a romos állapotban volt már. 1867-ben építették, vagy építették a házat. 1944-ben bombatámadásban szinte teljesen elpusztult. Csak ez a homlokzati fal, tehát a műemléki fal maradt meg. És 1960, tehát 1964-ig rom állapotában volt. Majd 1964 és 67 között egy Kocsis Iván nevű híres akkor nagyon neves tervei alapján nem felújítás, hanem teljesen átépítésre került az épület úgy, hogy megőrizte a műemléki homlokzatot, viszont minden mást alakított a növények igényéhez. De a kornak az akkori építészeti anyagai és anyagfelhasználás alapján, hát ugye hőhidas épület, vakolt téglaépület nem növényháznak való. Ilyen értelemben 2009-es felújításáig szinte teljesen romlott. A falakról a vakolat leázott, a téglák kimozdultak, a fűtésrendszere már 20 éve elavult volt, tehát teljesen tönkrement. Viszont érdekes módon a növényzet, ami benne volt, ellentétben a világháború pusztításaival megmaradt. Tehát megmaradt benne a növény.